Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Acél Réka vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Budapesti cég vizsgálná át a pécsi költségvetést 10 millióért. Dinnyét kóstoltattak még utoljára. 500 kg-ot osztottak szét Kertvárosban. Megemelkedett a szamárköhögéses esetek száma. A szülők adassák be az oltást gyermekeiknek. Hagyományőrzés, koncertek, szórakozás. Megtartották a Várfesztivált Siklóson. Budapesti céggel akarja átvizsgáltatni a pécsi költségvetés ezévi mérlegét a város önkormányzata. Mindezt 10 millió forintért. Ezt a pécsi Fidesz frakció nem akarja. Szerintük van a pécsi hivatalban elég szakember és akár pécsi cégek is, amelyek ezt megtehetik sokkal kevesebb pénzért. 10 milliós megbízatás vár egy budapesti cégre. Ennyiért akarja a pécsi önkormányzat átvizsgáltatni és elkészítetni az éves költségvetés mérlegét. Ezért nem kell fővárosi céget vagy cégeket felkérni, ráadásul ennyit kifizetni érte, mondta Barkóczi Csaba, fideszes önkormányzati képviselő a Költségvetési és Gazdasági Bizottság hétfői ülésén. De azt gondoljuk, hogy maga ez a kiadás is egy teljesen felesleges pénzszórás a város részéről, amiről most ugye ki is derült, hogy nem egy demokratikus egyeztetett döntés, hanem lényegében a polgármester a kabinet vezetőjén keresztül kiadta a Költségvetési és Gazdasági Bizottság baloldali tagjainak azt, hogy kik közül, mely cégek közül kell választani, és tulajdonképpen mi azt gondoljuk, hogy valójában ezt a munkát, egy költségvetési mérlegnek az értékelését, azt házon belül a pénzügyi és számviteli osztályon el lehetne végezni itt a Városházán, tehát itt vannak azért kiváló pénzügyes kollégák, akik ezt meg tudnák tenni. Ennek ellenére mégsem a pénzügyi főosztály egy belső ellenőrzés, hanem mások budapesti céges szereplők lesznek azok, akik ezt a munkát elvégzik, fűzte hozzá Barkóczi Csaba. Kértük is, hogy napolják el ezt a döntést egészen augusztus 28-ig, tehát 16 nap. Ott kértünk, hogy gyűjtsünk pécsi cégeket, és adjunk lehetőséget pécsi vállalkozásoknak is, hogy jelentkezzenek erre, akár maguk erre a megbízásra, de ezt sem fogadták el. Tehát itt jól látszik az, hogy tulajdonképpen az a cél és az a szándék, hogy egy adott budapesti céges körnek hát olyan megbízásokat juttassanak, amelyek, hát, hogy úgy mondjam, eléggé kételyeket ébresztők itt a pécsi adófizetők szempontjából. A fideszes önkormányzati képviselő továbbra is hangsúlyozta, pécsi vállalkozókkal, könyvelőkkel, számviteli cégekkel is át lehet vizsgáltatni az önkormányzat éves költségvetését és összehasonlítását a korábbi évekkel. Közeledik a dinnye szezon vége. Az időjárás felgyorsította az érési folyamatokat, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai elnöke. Ezért és a kampányhoz a helyi termékek támogatásához kapcsolódva dinnyekóstoltatást tartottak Kertvárosban Lőrinc napján. Görög dinnyét kóstolhattak a kertvárosiak Lőrinc napján augusztusban. Népszerűsíteni szeretnék a helyi termelők portékáit, ezért is szervezték meg az eseményt, mondja a 15-ös választókerület képviselőjelöltje. Hát szeretnénk a kampányban is megmutatni azt, hogy itt Kertvárosban, a lakótelepen is van a helyi terméknek becsülete, szeretik a pécsiek. Annál inkább, mert ugye aki itt él, annak nincs kertje, ahol meg tudja termelni. Néhányaknak van kis kertje, de legtöbb embernek nincsen saját termelési lehetősége, ezért aztán a szupermarketekbe veszi meg a zöldséget, gyümölcsöt. Miközben pedig a helyi termelők itt nem messze tőlünk megtermelik. Volt is már korábban, még amikor mi vezettük a várost, helyi termelői piac itt Kertvárosban, és lesz is. Ez most tulajdonképpen egy ilyen bevezetése, vagy újra visszahozása ennek a műfajnak. Láthatóan népszerű is, úgyhogy majd hamarosan egy hónap múlva a Merinda Parkban megismételjük. Kővári János szerint több lehetőséget kell adni a helyi termelőknek a pécsi Kertvárosban. Ezért terveik szerint több árusító helyet alakítanának ki a város részben. Piacon nagyon kevés a termelő, sajnos egyelőre inkább viszonteladók vannak, akik nem a magyar terméket vagy a helyi terméket árulják.
Egyrészt ezért is szükséges, másrészt azért Kertváros elég nagy ahhoz, hogy egy piacra járjanak, tehát nyilván több területén majd megjelenünk a termelőkkel. Idén a meleg miatt hamarabb leérik a dinnye, ezért már az utolsó napokat éljük a dinnye szezonból, mondja a Baranyai Agrárgazdasági Kamara elnöke. Egy kis figyelem felhívó még a jó minőségű baranyai dinnyére, máskor általában szeptember közepéig, szeptember 15-20-áig szokott kitartani, sajnos ez az idén nem így fog, de az időjárás az úgy is lehet mondani, egyik felén ad, a másik felén elvesz, mert a minőségben meg nagyon jó lett a sok napsütéses óráknak köszönhetően, de a termésmennyiség az egy picit gyengébb lett, de a gazdálkodók elégedettek lehetnek, sajnos a dinnye még egy erős két hetet fog kitartani, ez azt jelenti, hogy augusztus 25 környékén sajnos vége lesz a baranyai jó minőségű dinnyének. Azt, hogy hány tonna termet ebből a gyümölcsből nem lehet most megmondani, de a mennyiség elég volt a helyi fogyasztás kielégítésére, mondja az elnök. Kevesebb termett az időjárásnak, mert máskor, ha azt nézzük, tavaly az égeső volt sajnos, akkor az vitt el a dinnyét, ilyen picit a hőség miatt lett kevesebb, de a termelők egy 5-10 hektárral több dinnye van regisztrálva Baranya vármegyébe, tehát a mennyiséggel nem volt baj. Baranyát bőven elláttuk, jutott más megyékbe, és jutott még más országokba is. Azért ezen a 120 hektáron azért egy jó pár tonna, jó pár kamion dinnye megtermett. Az augusztusi Lőrinc napra még jutott dinnye, a kertvárosi akcióra mintegy 500 kg-ot adtak a helyi termelők. Lőrinc napja szeptemberben is lesz, 5-én. Ez az a nap a hagyomány szerint, ami után már nem jó a dinnye, mert Lőrinc belepisült. Azonban idén szeptemberre már nem lesz az ormánsági gyümölcsből az időjárás miatt. Rövid híreink következnek. Pécsen és Baranyában is érezhető 4,4-es magnitudójú földrengés volt kedd reggel Horvátországban, a magyar-horvát határ közelében. A Magyar Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint 8 óra 43 perckor, mintegy 15 kilométerre a magyar határtól, Kapronca közelében volt a rengés epicentruma. Az első fél órában Zalaegerszegről, Pécsről, Örtilosból, Nagykanizsáról, Kaposvárról, Szekszárdról, Komlóról és Marcaliból érkeztek bejelentések, de a földrengést több határ közeli településen is érezhették. Nagy meglepetésre a korábban Pécsre villanybuszokat szállító Omnibus Hungária és a Bivajdi is távol maradt a Tükebusz ZRT 3 darabos elektromos csuklós autóbusz beszerzésére irányuló tenderétől, és mivel csak egyetlen egy ajánlat futott be az eljárásban, az ajánlatkérő végül érvénytelennek minősítette a közbeszerzést, számolt be a Magyar Busz Info. A társaság májusban egy újabb zöldbuszos támogatás elnyerésének reményében három elektromos csuklós beszerzését indította el, de sem a támogatásra benyújtott pályázat, sem pedig a buszok beszerzésére irányuló közbeszerzés nem járt sikerrel. Selye díszpolgára lett Dibusz Dénes, a Ferencváros magyar válogatott kapusa, közölte az FTC hivatalos oldala. A 33 éves kapus szombaton még a Diósgyőr elleni 2-0 megnyert mérkőzésen védte az FTC hálóját, vasárnap pedig szülővárosában Selyén köszöntötték egy ünnepélyes díjátadón. Dibusz Dénes 12 éves koráig élt családjával Selyén. Itt kezdte el labdarúgó karrierjét, majd később Pécsre igazolt. A Ferencvárossal eddig 7 magyar bajnoki címet, 4 magyar kupát, 2 szuperkupát és 1 ligakupát nyert. Emellett 36-szoros magyar válogatott kapus. A bejelentett szamárköhögés gyanús esetek száma tovább emelkedett, ám a hétvégén újabb 10 000 a betegség elleni védőoltás is érkezett hazánkba, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden. Érdemes már a várandós édesanyákat is beoltani a harmadik trimeszterben, de a közeli családtagok beoltása sem árthat. A szamárköhögés elleni vakcinák a hét második felétől kaphatók a gyógyszertárakban. Megemelkedett a bejelentett szamárköhögéses esetek száma Magyarországon is, csak úgy, mint Európában. Baranya vármegyében is vannak ilyen bejelentett esetek, főleg családi halmozódások. Ez a betegség enyhe tünetekkel kezdődik. Az első két hétben a megfázás jelei mutatkoznak. Enyhe orrfolyás, esetleg hőemelkedés, és tipikusan esti köhögés jelentkezik, mondta dr. Kassai Veronika, Baranya vármegyei tisztifőorvos. A harmadik héttől jelentkeznek a rohamszerű
köhögések, ugye tipikusan erre a megbetegedésre jellemzően, és ezek a romagok azért problémásak, mert a védtelen 2 hónapnál fiatalabb csecsemőknél a rohamok közötti légzés kihagyások akár oxigénhiánnyal is járhatnak, és végső esetben még halált is okozhatnak. Továbbá szövődménye is lehet ennek a megbetegedésnek, például tüdőgyulladás. A hátralevő időszakában a megbetegedésnek már van egy elhúzódó, köhögéssel járó, akár több hónapig tartó időszak. Ahogy említettem, nagyon fontos, hogy védjük a 2 hónapnál fiatalabb csecsemőket. Ugyanis 2 hónapos korban kapják meg először a szamárköhögés elleni védőoltást a csecsemők, utána 3, 4, 18 hónapos korban, majd iskolásként a 6. osztályban. Ezután alakul ki a teljes védettség. Ez azért nagyon fontos, mert a szervezet minél inkább védettebb a szamárköhögés ellen, annál enyhébbek a tünetek, illetve végső esetben a gyermek nem kapja meg ezt a betegséget, tette hozzá tiszti főorvos. A 2 hónapnál fiatalabb csecsemőket kell nagyon védenünk. Alapvető szabály lenne, hogy ezeket a babákat még ne vigyük zsúfolt helyre. Akinek vannak hurutos tünetei, ne menjen ilyen babát látogatni. És a másik nagyon fontos ebben az időszakban, hogy aki teheti, az úgymond alakítsa ki a fészekimmunitást, tehát akár már a kismama, aki várandós a babával, legkésőbb az utolsó trimeszterben és 2 héttel legkésőbb a szülés előtt oltassa be magát. Az a családtag, aki együtt lakik ezzel a várható pici babával, szintén oltassa be magát, nagyszülők, akik gyakran látogatják, vagy egyéb családtagok ezt a babát, ebbe az időszakban javasolt lenne, hogy szintén oltassák be magukat. Ezt a betegséget felnőttek is megkaphatják. Nagyon jó az átoltottság Magyarországon, viszont a védőoltásoknak, ennek a védőoltásnak is van egy hát olyan időtartama, ami után már kevésbé véd, tehát azt szokták mondani, hogy 10 év után lehet már úgynevezett boosteroltás, megerősítő oltást felvenni, tehát aki úgy gondolja, akár azért, ahogy említettem, hogy kicsi babát fog látogatni, vagy hát gyakorlatilag a saját egészsége érdekében házi orvosával felirathatja. Az oltóanyagot a házi orvos, házi gyerekorvos felírhatja. A kötelező védőoltásokat a szülők adassák be gyermekeiknek, hiszen életet lehet vele menteni, hangsúlyozta dr. Kassai Veronika, Baranya vármegyei tiszti főorvos. Hagyományőrzők bemutatói, koncertek kicsiknek és nagyoknak, jó hangulat. Ez várta a Sikrós a látogatókat augusztus 2. hétvégéjén. A látogatók napközben megismerhették a középkori katonai táborok életét, a használt fegyvereket és a páncélzatot is. Este pedig zenei programokon bulizhattak a Siklósi várkertjében. Szulajmán sátrában ül ez a kislány Siklóson. A hagyományőrzők idén is sátrakat vertek a vár előtti területen. Ha nem itt pihentek, akkor csatajeleneteket, harci bajvívást mutattak be, korhű ruháikban, fegyvereikkel. A várkertben felállított színpadon pedig zenés produkciókkal várták a fesztiválozókat augusztus 2. hétvégéjén. 2 lábra helyeztük a várfesztivált. Az egyik a hagyományőrzés része, és nyilván a vár dolgozók és a kultúrtörténeti háttér miatt ez nekünk egy nagyon fontos dolog, hogy péntektől már a mi hétvégénken, a Várfesztivál hétvégén már péntektől érkezzenek meg ide hozzánk a hagyományőrzők az ország minden részéről, és az a 200 ember egyrészt bemutassa a tábori élményeket, a fegyvereket, a mindennapi élethelyzeteket, ahogy ők éltek abban a korban, abban az időszakban, és hát erre természetesen mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk és készülünk is rá, hiszen ezek az emberek azok, akik 3 napon keresztül az ideérkező turistákat gyakorlatilag visszaröpítik a középkorba. A zenei programoknál figyeltek arra, hogy a fiataloknak is vonzó előadókat hozzanak a fesztiválra. Ez péntek este megvalósult, sokan voltak.
voltak Siklóson, mondta a polgármester. Szombaton már a kicsit idősebbeket szólították meg. Olyan nagy neveket hoztunk, mint Kovalszki meg a Vega, és Nagyferó és a Beatrice lesz a két húzó nevünk, de természetesen nem engedjük el a közönséget, mert hogy nagyjából 8:30-9 magasságától indulnak ugye általában a nagy koncertjeink, éjfélig bezárólag, de utána még 2-ig, 2:30-ig, ahogy a hangulat engedi, a DJ-k itt tartják a közönséget, és igyekszünk mindenkit kiszolgálni, és úgy látom, hogy élvezik is ezt a fajta program összeállítást a vendégeink. Évről évre igyekeznek minél jobb fesztivált összeállítani, de közben azt is figyelembe kell venniük Siklóson, hogy sok program várja a turistákat és a baranyaiakat, a szomszédos településeken és Pécsett is. Villány és Harkány figyelembevételével kell nekünk is a saját magunk helyét megtalálni ebben. Itt tettünk most is, hiszen augusztus közepe a Várfesztivál, de augusztus 24-e, két hét múlva már a Harkányi Fürdőfesztivál, és utána rögtön ugye közben még rácsúszik egy Villányi rendezvény, és lezárulik októberben a Vörösbor Fesztivállal. Tehát én azt látom, hogy az embereknek most már inkább a programdömping az, ami korlátot szab, és eldöntik, hogy abban az adott hónapban melyik az az egy vagy kettő olyan rendezvény vagy fesztivál, ahol a család a hétvégét tölti. Igazán most szerintem ez a korlátja ennek, mi igyekszünk mindig több és több embert ide vonzani. Szombaton a Kovalszki meg a Vega és Nagyferó a Beatricével töltötte meg a Várkert nézőterét. A vasárnapi zárónapon újra a hagyományőrzőké volt a fesztivál helyszíne. A régió híreivel folytatjuk. A hétvégén rendezték meg Bonyhádon a Milfood 22. Tarka Fesztivált, amely idén az utóbbi évek legnagyobb látogatói létszámát hozta. A város és a térség legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye számos programmal várta a vendégeket. Idén is sikeres volt a már 22. alkalommal Bonyhádon megrendezett Tarka Fesztivál. A program sorozat augusztus 9-én pénteken országos agrárfórummal kezdődött, ahol többek között felszólalt Feldman Zsolt államtitkár is, aki a szarvasmarha ágazatot érintő kormányzati intézkedésekről számolt be. A pénteki és szombati napon ezt követően a szórakozási koncerteké volt a főszerep. A szervezők a gyerekek és felnőttek számára egyaránt készültek programokkal, koncertekkel. Játszottunk, hallgattuk a zenéket, meg kajáltunk, meg ittunk, és minden jó volt eddig. A rendezvényen tartott főzőversenyen csapatok, baráti társaságok mérték összetudásukat. Volt, aki pacalpörköltet készített. Lehet ide, és akkor össze kell kockázni. Pacalpörkölt az úgy készül, hogy egy húsznek a szalonna le van sütve kacsazsíron, hagymával, zöld paprika, paradicsom, és a fűszerek pedig kömény, borókabogyó és fekete bors. A társaság Erdélyből, Csükcsicsóból érkezett, egy másik bográcsban disznókörömmel és rókagombával készítették a marhát. A disznókörömet azt előre már megperzseljük, hogy felénk mondják, utána megmosva, összedarabolva, azt előfőzzük, fokhagymával, só, bors, ízesítéssel, és később a hagyma, paprika, ágyon a marhahúst előkészítjük, hozzáadjuk a körmöt, és további fűszerezést, azt nem mondom, már Béla eltanulja, és következőben ilyet fog főzni, úgyhogy. Az idei fesztivál nevét adó Milfood Kft. Csapata versenyen kívül vett részt a főzésben. Ez a fesztivál Bonyhádváros legnagyobb rendezvénye most már hosszú évek óta, és rendkívül megtisztelő az, hogy mi támogathattuk ezt a rendezvényt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a Milfood nevét viseli. Ezen indult nyilván szakmai konferenciában, most pedig látszik, hogy hány résztvevő van, és milyen komoly tömeget tud megmozgatni. A rendezvény keretében a szervezők fotópályázatot is hirdettek. Prauda Miklós a világ számos pontján készített képeket szarvasmarhákról, legjobb alkotói díjat nyert. Szívből gratulálok! Valamelyik Írországban, valamelyik Erdélyben, valamelyik Magyarországon, tehát több területről válogattam össze. Igazából lett volna még jó pár kép, de azokat nem találtam annyira jónak, hogy pályázatra elküldjem, amelyik Ausztriába készült meg, hát a világ számos részén, Indiába is készült képem. Szombat este ismét a zenészeké volt a főszerep. Koncertet adtak többek között a Naoton Familia sztárjai is.
immár 5. alkalommal szervezte meg a Csehország-Szár találkozót a Vespa Klub Aliszka. A Tolnai Vármegye székhelyen többek között a Béla Király téren lehetett megcsodálni a kétkerekű járműveket. Augusztus 10-én szombaton berobogtak a veszpások a Béla Király térre, hogy megtartsák újra hangulatos találkozójukat. Szabó Anna Mária, a Vespa Klub Aliszka elnöke beszélt a nemzetközi esemény részleteiről. Igyekszünk színes programokat szervezni, kisebb-nagyobb túrákat a környéken, bemutatjuk természetesen Szekszár látnivalóit, illetve a környező szépségeket. Együtt kirándulunk, esténként jót bulizunk, itt hamarosan majd felállítjuk a veszpákat, lesz egy Vespa szépség verseny, arra várjuk a közönség szavazatait is, illetve gyakorlatilag este még majd nekünk lesz egy gála vacsoránk, ott pedig a mindenféle ügyességi versenyek, amiket megrendeztünk itt a néhány nap során, azoknak az eredmény hirdetése lesz, illetve a klubok köszöntése, hiszen 13 klub érkezett, ebből 8 magyarországi, Ausztriából érkeztek, még Szerbiából, illetve Olaszországból. A téren nem maradhatott el a bukós isakok megáldása sem. Kísérjen benneteket minden utatokon, amen. Vezessen el célotokhoz és adjon szerencsés megérkezést, amen. Arra a kérdésre, hogy milyen is a veszpás életérzést, nem lehet pontos választ adni. Anna Mária feleletét így kezdte, együtt dobban a szívük. Szerintem ezt meg kell élni, tehát amikor megyünk a veszpákkal, azt látjuk, hogy az emberek arcára mosolyt csalunk, hogy velünk mosolyognak, és ez nagyon jól mondtad, hogy ez egy életérzés. Tehát ezt tényleg érdemes megélni, és ahogy az atya is mondta itt az előbb a bukós isak áldás alatt, hogy itt van a legifjabb generáció, egészen picikek is elektromos játékveszpákkal, de már ők is érzik ezt, hiszen ebben nőnek fel, a szülőkkel együtt utazva részt vesznek ezeken a találkozókon, és így cseperednek fel ezzel az életérzéssel a szívükben, lelkükben. Horváth Ferenc, a Veterán Vespa Klub Hungary elnöke egy egész gyűjteménnyel büszkélkedik. 2009 óta gyűjtögetem a veszpákat, jó pár darab volt már a kezém között, most jelen pillanatban olyan 10-11 darab van a gyűjteményemben. A legidősebb az 1953-as, ez itt egy 1976-os, és csak ugye régi veszpákat gyűjtögetünk. Imádjuk Olaszországot. A gyermekkoromat egy autószerelő műhelybe töltöttem, úgymond. Tehát ott volt a járókám. Sok Alfa, Fiat és egyéb olasz autó között. Valószínűleg onnan jött ez az olasz szerelem. A látványos rendezvényen rengeteg járművet megcsodálhattunk, különböző színekben és méretekben pompáztak a szebbnél szebb olasz darabok. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Budapesti cég vizsgálná át a pécsi költségvetést 10 millióért. Dinnyét kóstoltattak még utoljára. 500 kg-ot osztottak szét Kertvárosban. Megemelkedett a szamárköhögéses esetek száma. A szülők adassák be az oltást gyermekeiknek. Hagyományőrzés, koncertek, szórakozás. Megtartották a Várfesztivált Siklóson. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon délután gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Nyugat-délnyugat felől később záporok, zivatarok érkezhetnek. Többfelé élénk lesz a keleties szél. Fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban 35 és 39 fokot mutathatnak a hőmérők. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!